A legtöbb szabadtéri tűz emberi mulasztás miatt következik be. A nyári időszakban gyakoribbak ezek az esetek, és a száraz, forró időben megfékezni is nehezebb őket, ezért fontos a megelőzés. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el, amíg ez érvényben van, a kijelölt tűzrakóknál sem lehet tüzet gyújtani. Az erdőktől, fásításoktól, fasoroktól, illetve azok 200 méteres körzetében tilos mindenképpen tüzet gyújtani, tehát még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad semmiféle főzési, sütési tevékenységet végeznünk. A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kertekben, például a grillezésre. A tűzoltók ebben az esetben is fokozott óvatosságra intenek, és a fa vagy szén helyett a gáz használatát javasolják. Próbáljuk meg körülhatárolni azt a területet, ahova a tüzet szeretnénk rakni, illetve hogy nem éghető anyagból kijelölni egy olyan védősávot, ami megakadályozza a tűznek az esetleges továbbterjedését, még egy hirtelen feltámadó széllökéssel szemben is ellenálló lehet esetlegesen. Illetőleg mindenféleképpen tegyünk oda oltóanyagot, lehetőleg kannákba oltóvizet. Az elmúlt napokban 80 bejelentést kaptak a vármegyei tűzoltók, melyeknek többsége szabadtéri tűzeset miatt érkezett segélyhívás volt.